Készülnek az elektromos buszok az Ikarusz gyárában, hamarosan már okos autóbuszok építésére is lesz lehetőség, ugyanis 841 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a cég önjáró, elektromos, intelligens alvászcsalád fejlesztésére és prototípusára. A pályázati forrás felhasználásával, 1,5 milliárd forintos tervezett költséggel csuklós és 12 méteres buszok alvázát tervezik meg, és ezekre felépítményként a buszokat. Ennek alapja az a 1,5 éves tapasztalat, amelyet elektromos busz építésében elértek. Most például 25 ilyen jármű készül az Ikarusz csarnokaiban. Ehhez terveztük azt, hogy versenyképesen, európai versenyképességnek a elérésével tudjunk egy újfajta termékkel megjelenni. Ennek a járműnek, amit majd tervezni fogunk, az alapja az nyilván az, hogy az Ikarusznak a múltja, a képességek arra vonatkozóan, hogy mi tudunk ilyen buszokat fejleszteni. Ezen kívül ebben a elektronikát is mi fogjuk fejleszteni majd, illetve hozzá az okosságot. A pályázatot az Óbudai Egyetemmel közösen nyerte meg az Ikarusz. Az oktatási intézmény feladata elsősorban a busz okosságának megteremtése. A szolgáltató pontosan tudhatja azt, hogy mennyi töltés van a buszon, milyen tempóban ment a busz, a sofőr fáradt vagy nem fáradt, ilyen jellegű jelzéseket onlineban tudunk majd, real-time-ban, tehát azonnali eléréssel fogunk tudni majd mutatni a szolgáltató számára. A fejlesztést most kezdik el. A cél, hogy jövő ilyenkorra legyen egy prototípus, amelyet be lehet mutatni a leendő megrendelőknek.